Mindenkit először is arra szeretnék kérni, hogy oltassa be magát, jelentkezzenek, regisztráljanak, egyáltalán nem késő. Ebben a borzasztó világjárványban a reményt csak az adja hosszú távon, ha meg lesz az átoltottság, és akkor lassan vissza fog vonulni. Azaz az, az a legfontosabb. A másik egy fontos dolog, amit részben említett, hogy most egy hete már rendelkezésre állnak járóbetegellátásban. ellátásban, háziorosi ellátásban is rendelhetők vírus szerek, amelyeket eddig csak a kórházban alkalmaztunk, tájékozottam, a, tapik, a, patikák nagy részében is elérhetőek, azaz azon betegeknél, akik otthonukban folyt, akiknek otthonukban folytatjuk a kezelését. Koronavírus tekintetében pozitív eredményt hoztak. Most már lehetőség van arra, hogy az eddigi vitaminok, egyéb ilyen kisegítő terápia mellett antivirális terápiában, antivirális kezelésben részesüljenek, a háziorvos által kírva patikákban hozzá tudnak jutni. Ez egy fontos lépés, mert ezt a betegséget akkor tudjuk minél jobban kontrollat tartani, ha már a kezdeti fázisban, amikor még csak enyhe tünetek vannak, akkor elkezdjük az adekvát kezelést. Ez a folyamat átvezet a következő kérdésére, és szintén szeretném felhívni minden polgártársunk figyelmét. Ha elkezdett kezelés mellett romlik az állapotuk, ami abban nyilvánulhat meg, hogy fullad, rendkívül fáradékony, a tüneti szerápiára nem reagáló lázas állapot alakul ki, azonnal forduljanak háziorvosukhoz, illetve és a kórházi ellátó struktúrához. Mert itt is a legfontosabb, hogy időben kórházba kerüljenek, elkezdjük azt a további kezelést, ami már otthonában nem elérhető. Megnyugtatok mindenkit, hogy minden intenzív terápián alkalmazódó gyógyszer és eljárás osztályunkon, így a megyébe is elérhető, eddig is és jelenleg is alkalmazunk. Az ön által említett és a sajtóban az utóbbi napok felkapottá vált nevezzük vértisztító eljárás. Négy éve az osztályunkos rutin eljárásnak számít, de azt kell, hogy mondom, minden magyarországi nagy intenzív centrumban, megyei centrumokban, egyetemi centrumokban évek óta rutinszerűen használjuk. És én mindenkinek azt szoktam mondani, az az oltás jó, amit már ön vagy én megkaptunk. Minden oltóanyag megfelelő hatásosságú, rendelkezésre áll, folyamatosan érkeznek a szállítmányok, úgyhogy azt tudom mondani, mindenki jöjjön, regisztrálódjon, megszerveztük, szerintem jól szervezetten működik a megyében, a városban is az oltóközpontok jól működnek, úgyhogy mindenkit, aki regisztrált, be fogunk oltatni. Már itt a megyében több mint 36 ezer oltáson vagyunk túl, megnyugtatok mindenkit, semmilyen súlyos oltási reakcióval nem találkozott. Nem találkoztunk. Természetesen lehetnek oltási reakciók enyhébb vagy középsúlyos, ezek néhány belül, napon belül elmúlnak. Én azt szoktam mondani az ismerőseimnek is, ez a biztonság ára. És olyat sem mondunk soha, hogy az oltóanyag után senki nem fertőződhet meg. Százszázalékos biztonság nincs. Egy tényt tudok közölni. Amióta az oltás elindult, az intenzív részlegeinken egyetlen egy beteget sem kezeltünk, aki két oltás után került volna olyan állapotba, hogy intenzív ellátást igényelt volna. Voltak néhány esetben pozitív esetek, minden esetben ez enyhe tünetekkel lezajlott.